Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégeim mindannyian a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályáról érkeztek. Köszöntöm a stúdióban Daubner Gabriella, alezredes asszonyt, aki ennek az alosztálynak a vezetője. Köszöntöm Illés László, alezredes urat, aki senior policeként koordinálja a Ne váljon áldozattá támap projektet. És köszöntöm Orsos Zoltán őrnagyurat, aki területi roma összekötőként és kiemelt főelőadóként dolgozik az alosztályon. Nem is olyan régen, jó pár hónappal ezelőtt ebben a körben ültünk már itt. És már akkor is a Ne váljon áldozattá támap projektről beszélgettünk, de akkor még a kezdeti lépésekről. Nos, ez a projekt november 30-ával bezárul, és ugyanebben a körben érdemes a tapasztalatokról beszélni egy kicsit, úgyhogy ezért jöttünk össze, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat. Alezredes urat kérném meg legelőször arra, hogy azoknak a nézőknek a kedvéért, akik esetleg nem látták még ezt a műsort, vagy nem tudnak erről a támap projektről, egy kicsit foglalja össze azt, hogy milyen céllal indult el ez a pályázat, kik voltak ebben a résztvevő konzorciumi felek, és tulajdonképpen mik voltak a főbb állomásai ennek a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programnak. Igen, hát megpróbálom röviden, de annyit, hogy ez a dolog egy kicsit messzebbre tekint, hiszen az áldozati jogokkal foglalkozó tudomány, a viktimológia több évtizede vizsgálja az áldozati jogok érvényesülését és azoknak a kiteljesedését, amennyiben lehetséges. A büntető eljárásokban a nyomozóhatóságok a sértetti jogokat, áldozati jogokat igyekeznek messzemenőkig figyelembe venni. A bűnelkövetők által okozott személyi, lelki és vagyoni károkat valamilyen formában enyhíteni. A büntetőeljárás önmagában nem elegendő és nem biztosítja, hogy mindenféle kár megtörülés a sértett javára a legmesszemenőbb módon teljesüljön. És itt lépett be egy új jogszabály, az áldozati jogokkal kapcsolatos törvény, ami 2006 óta biztosít egy fokozott támogatást, egy olyan fajta környezetet, az áldozati jogok érvényesülésének és az áldozatok jogainak a kiteljesedésének, ami lehetőséget teremt arra, hogy valóban egy áldozat megkapja mindazt, ami neki az államtól, illetve hát a környezettől és egyéb segítőktől, támogatóktól jár. A projekt, amiről most beszélünk, az 2012. december 1-én indult, együtt a Tolna megyei kormányhivatallal, aki konzorciumban, és pontosan ezeknek az áldozati jogoknak újfajta módon való kezelését, kiteljesedését és valami más módon történő biztosítását céloztuk meg, mégpedig úgy, hogy közelebb kerüljünk azokhoz a sértettekhez, akik a rendőrkapitányságokon, az elsőfokon eljáró nyomozóhatóságoknál megjelennek, és ott helyben a problémájukat azonnal tudjuk orvosolni, amennyiben lehetséges, illetve megkeresjük azokat a fórumokat, ahol ezeket a problémákat kezelni tudják, és eljutatják azokhoz a juttatásokhoz őket, ami nekik a törvény szerint jár. Ez a újfajta megközelítés nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt az, hogy a ott lévő munkatársak, 10 fő dolgozott rendőrkapitányságonként, 2-2 fő, helyben azonnal találkozott azokkal a sértett tanúkkal, akiket a rendőrök megidéztek, hogy meghallgassák őket a bűncselekménnyel kapcsolatban, és rögtön abban a pillanatban ember-emberrel találkozott, és emberséges módon intézték továbbiakban az ügyeiket. Ez volt ennek a programnak az egyik nagyon fontos eleme, hogy helyben kezeltük ezt a problémát, hiszen az áldozatsegítés korában területileg nem volt kellően lefedve. Megyei szinten egy helyen működött a kormányhivatal, igazságügyi szolgálatánál, Szekszárdon, illetve alkalmanként volt kihelyezett fogadóra, amit nyilvánvalóan nem tudtak minden alkalommal felkeresni a sértettek, hiszen távol került az elkövetés időpontja az ő kihallgatásuk, illetve adott esetben a fogadóra. Tehát újszerűen helyben a érintettekhez közel, és más módon megközelítve kezdődött meg ez a projekt, és 2 év alatt rengeteg eredménye volt. Ezeket az eredményeket később majd egy záróértekezleten fogjuk a közvélemény elé tárni. Most időhiányában erről részletesen nem beszélnék, mert túl sok időt venne el. Köszönöm. Az alezredes asszonytól kérdezném meg azt, hogy milyen attitűddel
Milyen céllal vágott ebbe a pályázatba bele a rendőrség, mint konzorciumi fél, és ez a pályázat illeszkedette valamilyen rövid, közép vagy hosszú távú célhoz a rendőrség tekintetében? A rendőrség egy speciális szervezet, mindannyian tudjuk, és nagyon sok éven át, még akár most is sokszor előfordul, hogy inkább erőszakszervezetként tekintenek rá az állampolgárok. Van ennek létjogosultsága, hiszen az elsődleges feladata a bűncselekmények felderítése. Ez nagyon sokáig látszott is a munkánkban, az volt az elsődleges, hogy felderítsük, hogy ki követte el a bűncselekményt, fogjuk el az elkövetőt, és kapja meg a megfelelő büntetését. Sajnos én azt gondolom, a társadalomban még most is nagyon sok helyen tapasztalják azt, hogy a rendőr az, aki bírságol, aki intézkedik, nála van a fegyver, a gumibolt, olyan kényszerítő eszközök, amitől az emberek azért valamilyen szinten tartanak, félnek. Nagyon-nagyon nehéz ezeket a beidegződéseket, ezeket a sztereotípiákat megváltoztatni, de azért látszik egyfajta európai gondolkodás a magyar rendőrségnél is, én azt mondom szerencsére. Megváltozott az a tendencia, megváltozott az a gondolatmenet, hogy időnként meg lehet verni a gyereket, időnként meg lehet verni a bűnelkövetőt. Ezek nem jó megoldások, ezeken változtatni kell, és ez látszik a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon is, egyfajta nyitás, egyfajta közösségi rendőrség kialakítása. Ez a projekt pont ebbe illett bele. Itt nem elsősorban, vagy nem fokozottan csak a bűnelkövetőre figyelt a rendőrség, hanem azokra az áldozatokra, azokra a sértettekre is, akik eddig csak egy résztvevői voltak a büntető eljárásnak. Tehát arra kezdtünk koncentrálni, és ebben a főkapitányság vezetés első pillanattól fogva partner volt, sőt mondhatnám, hogy a főkapitány úr, a helyettese volt ennek a szószólója, hogy el kell kezdeni foglalkozni a sértettekkel, hiszen ők a legfontosabbak, ők azok, akiknek a sérelmükre megtörtént egy igen kellemetlen esemény, hogyha a rendőrségen őket éri még egyfajta másodlagos viktimizációnak nevezett folyamat. Tehát nem azt érzik, hogy őértük van az ő javukra, az ő érdekükben ez az eljárás, hanem csak azt, hogy még őket is kikérdezik, és valamilyen szinten nyomasztja őket ez az eljárás, akkor nem, hogy jól jönnének ki, hanem csak sérelmezik. Tehát ebbe az elgondolásba indult, vagy ebből az elgondolásból indult ez a program, és én merem kijelenteni, hogy a rendőrök között is egyre inkább látszik az, hogy érzékenyé váltak, hogy odafigyelnek, hogy a sértett nem csak egy ember az ügyfelek vagy a felek közül, hanem igenis ő miatta folyik ez az eljárás, vagy az ő érdekében. Tehát ha csúnya külföldi szó, vagy idegen szóval mondanám, egyfajta paradigmaváltás látszik, biztos, hogy még nagyon sok teendőnk van, nem mondanám azt, hogy be is fejeztük, és minden rendben van. Változtatni kell még, és biztos, hogy vannak olyan kollégák, meg vagyunk néhányan, akik nem mindig rendelkezünk kellő empátiával, de az biztos, hogy ez a program elindított egy gondolkodási folyamatot a Tolna megyei rendőrfőkapitányságnál. És ezt a részt, amit ön elmond, megerősíti az, hogy a főkapitány úrnak kifejezetten kérése volt, hogy a munkatársak közül legalább fel arányban legyenek romák. Örnagy úrtól kérdezném meg, hogy milyen elvárásokkal, célokkal, elképzelésekkel vágott bele ebbe a programba úgy, hogy tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy ennek a programnak, amely tulajdonképpen nem kifejezetten roma program, de mégis egy nagyon erős nemzetiségi érzékenyítő vonulata van, és ezt a vonulatát leginkább ön képviselt az alosztályon belül. Erről mit tudna mondani? Köszöntöm a Tolna Táj televízió nézőit. Nagy öröm számomra, hogy itt ülhetek ismét a kollégáimmal, és ebben a témakörben megszólalhatunk. Vissza kell menni egy kicsit a történelemben, és Tolna megyei rendőrfőkapitányságon természetesen van ennek előzménye, hiszen amikor arról beszélünk, hogy cigányság és nem cigányság együttélése az egy milyen fontos dolog, és hogy Tolna megyében úgy kezdhetjük az éves beszámolót, hogy Tolna megye etnikai feszültségektől mentes, és ezt ugye szeretnénk is megtartani a jövőben is. Különböző projektekben gondolkoztunk mi már korábban is. Úgy tűnt, hogy jóknak is tűnnek ezek az általunk elképzelt projektek, azonban amikor a finanszírozási részéhez értünk, akkor valamilyen oknál fogva megakadtunk, elakadtunk ezekben a történetekben.
És a főkapitányunk, dr. Socó László tábornok úr, Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság vezetője, elé tártuk ezt a történetet, amikor adódott ez a lehetőség, hogy esetleg ebben a TÁMOP programhoz csatlakozhatunk. Ő látva a korábbi erőfeszítéseinket, akkor azt mondta az osztályvezetőnknek, hogy rendben, belevágunk ebben a projektbe, viszont egyetlen egy feltétellel, hogy a 10 munkatársból 5 megfelelő végzettséggel rendelkező roma személy is lesz. Tehát így kerültünk be konzorciumi partnerként ebben a történetbe. És hát okos emberek mondják azt, hogy csillagok együttállása szükséges ahhoz, hogy valami maradandó alakulhasson a történelem folyamán. Ugyanis az ORFK-nak is volt egy olyan vonulata, egy olyan árnyalata, hogy rájöttek arra, hogy valamit kezdeni kell ebben a témakörben, valami kézzel foghatót, és ennek hatására minden megyében TKKM csoportokat kellett alakítani. Na és ez azt jelenti, hogy területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoport, így indult, Tolna megyében is természetesen ez megalakult, és a feladatok tulajdonképpen egy része összecsengett ezzel a TÁMO projekttel, és így meg is kezdtük a kollégák keresését. Nem volt egyszerű, hozzá kell tegyem, hiszen a TÁMO projekt feltételeket szabott, megfelelő végzettséggel kellett ahhoz rendelkezni, hogy bekerülhessen. Végül is mind az 5 kapitányságunkon aztán egy roma emberkét tudtunk elhelyezni, aki ebben a szerepkörben dolgozhatott. Tehát első körben az áldozatsegítés volt a fő feladata, mellette bűnmegelőzési munkákat folytattak, és az én szakterületemhez kapcsolódva egyfajta roma összekötői szerepet láthattak el. Természetesen nem ilyen egyszerű ez a dolog, hogy ezt pár percben el lehessen mondani. Egy nagyon komoly csapatmunka kellett ahhoz, hogy ez a dolog elindulhasson, aztán a későbbiekben még működhessen is. El kellene most mondjam azokat a neveket, amelyeket ugye szükségesnek tartanék én ahhoz, hogy ez a roma vonal is részt vehessen ebben a programban. Akit mindenféleképpen meg kell említsek, az a főkapitányunk, hogy említettem, dr. Socó László. Természetesen az itt mellettem ülő kollégák és a mi kis csapatunk ott a bűnmegelőzési alosztályon, de folytathatnám és sorolhatnám a neveket, inkább kiemelnék még egy kis csapatot, a korábbi ciklusban működő megyei roma önkormányzat tagjait, akik teljes mellszélességben támogatták és segítettek nekünk mindenben, hogy ez a programnak ez az eleme is megvalósulhasson. Még egy nagyon fontos dolog, egy olyan dolog indult el a rendőrkapitányságokon, ami korábban nem volt tapasztalható. Egyfajta érzékenyítési tréningen vehettünk részt mindnyájan, akik ebben a projektben részt vettünk, hiszen megjelentek ezek a felsőfokú végzettséggel rendelkező cigány emberek a kapitányságokon, és a rendőrség mindennapi életében részt vettek. És ahogy itt ugye telt múlt az idő, részesei váltak az adott kapitányságnak, és a rendőrségi munkának is. És nem beszélve arról, ha magáról a projektről beszélünk, hogy arról nem sokan beszélnek, hogy bizony az áldozatok között is jócskán van roma származású személy, és ők bizony az áldozat segítőkhöz sokkal nagyobb bizalommal fordulhattak. Hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy minta projektnek vagyunk a részesei, és alezredes úrtól kérdezném meg egyrészről, hogy valóban jól gondolom-e, így van-e, és hogy ezt vannak eredmények, amelyek alátámasztják, illetve hogy lehet arról beszélni most még pár percben, hogy melyek ezek az eredmények, amelyek talán azt támasztják alá, hogy egy sikeres programról, egy mintamodellről, egy mintaprogramról beszélünk most. Nagyon-nagyon sok eredménye van a programnak, és én úgy közben gondolkodtam, még az Oli beszélt, hogy igazából én arra vagyok nagyon büszke azokra az emberekre, akik ott dolgoztak kint a kapitányságokon, roma munkatársakra, nem roma munkatársakra, akik megtalálták a hangot,
a rendőrségen dolgozó kollégákkal. Nagyon gyorsan megtalálták a hangot az áldozatukkal, és számos levél tanúsítja azt, köszönő levél, hogy igen hasznosan végezték ezt a tevékenységet. Emberségesek voltak, nagyon közel kerültek azokhoz az emberekhez, akik bűncselekmények áldozataivá váltak, és ez a fajta munkavégzés, ez a civil szemlélet, ami a rendőrségen megjelent, hozzáadott rengeteg olyan pluszt a rendőrség tevékenységéhez is, ami később majd reméljük, hogy hasznosul. És abban nagyon bízunk, hogy hát most én azokról az eredményekről is beszélhetnék, hogy a különféle juttatásokban részesülő áldozatok száma 260-ról 800-ra emelkedett, és a két év alatt elérte majdnem a 2000-es nagyságrendet, tehát ez önmaga számszerűleg is mutatja, hogy ez a fajta hozzáférés, a lehetőség, az számukban is kifejezhető, de ez nagyon fontos, de ennél sokkal fontosabb, hogy ki volt írva egy ajtóra, hogy áldozatvédelem vagy áldozatvédelmi iroda, és az emberek most már automatikusan fölkeresték. A rendőr kollégák oda irányították azokat a tanukat, azokat a sértetteket, akik a mindenféle bajukkal együtt hirtelen nem tudtak mit kezdeni saját magukkal, az élethelyzetükkel, és ott kaptak segítséget. Ha közvetlenül ott nem tudtak segíteni az áldozatvédelmi munkatársak, akkor elirányították őket más államigazgatási vagy civil szervekhez, vagy egyszerűen segítettek kitölteni okmányokat, kézen fogták őket, időnként szó szerint kézen fogták őket, és elvezették oda, ahol egyébként megoldást remélhetnek a bajaikra. Én ezt tartom a legfontosabbnak ebben a projektben, hogy ott voltunk, ahol a probléma keletkezett, és ezt a problémát meg is tudtuk oldani. És azért bízom nagyon abban, hogy ez a fajta működési modell tovább tud működni, mert eredményeket hozott, ezek nem mondva csinált eredmények, hanem a sértettek által megélt, élményszerűen megélt, nagyon sok ember által megköszönt segítségre támaszkodó eredményekről van szó, és országosan is egyedülálló ez a fajta működési rend. Az most egy más kérdés, hogy jelenlegi jogszabályi rendben a kormányhivatal, illetve az igazsági szolgálat látja el országosan az áldozatvédelmi feladatokat, és abban a szervezeti struktúrában, amiben egyébként nekik működni kell, de a kettő így együtt, ami most ebben a két évben megvalósult, az tényleg példaértékű, követendő és követhető, és remélem, hogy tovább tudjuk majd ezt működtetni, hogy milyen formában azt most közösen keressük, az itt ülők is, és mindenki más, és most úgy tűnik, hogy van remény arra, és az áldozatoknak, a sértetteknek nagyon jó, hogy valamilyen formában tovább tudjuk működtetni, és remélem, hogy ez tovább is fog működni. Köszönöm. Arra maradt időnk esetleg, hogy mind a hárman egy picit úgy magánemberként megfogalmazzák, hogy milyen elvárásokkal, milyen elképzelésekkel vágtok bele, és ehhez képest milyen tapasztalatok, milyen élmények voltak. Itt lehet esetleg emberélményeket, vagy kevesebbet vártam, aztán mégis több lett. Tehát, hogy ezt magánemberként hogyan élték meg. Főleg annak, az az apropójának a kérdésnek, hogy tudni kell, hogy alezredes úr már ugye nyugállományban volt, és tulajdonképpen senior policeként visszatért a kötelékbe, és tulajdonképpen szakmai vezetője lett az alosztályon ennek a projektnek. Hát egy ilyen státuszból visszatérő ember, nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon, hogy kell ez nekem, miért tér vissza az állományba. És hát a mindannyiuk véleményére kíváncsi lennék, hogy ez hogyan zajlott le önökben ez az egész dolog. Ha lehet esetleg sikertörténetnek nevezni, akkor ez hogyan indult, aztán most jelenleg milyen érzésekkel, élményekkel zárják a programot, bár bízunk benne, hogy a program szinte le is zárul, azért maga a tevékenységi kör az nyilván megy tovább. Bárhonnan kezdhetjük. A lezredes úr, hogyha megszólítottam... Én nem tudom, csak az udvariasság okán akartam a lezredes asszonynak átadni a szót, de közben, hogy mi jutott eszembe, meg a program kezdetéről annyit, hogy tele voltunk bizonytalansággal, mindnyájan azt gondolom, ezt elmondhatom én is, meg a mellettem ülők is, hiszen senki nem tudta, hogy ez hogy fog majd működni a valóságban. Voltak kételjeink, tényleg számos dologban, most az adminisztrációs munka, meg hogy mi hogy történjen, a befogadás, hogy történik a rendőrség állományába egyáltalán kollégákkal, most millió dolog lenne, de ami a programból a végén bennem megmaradt, most egyetlen egy mondatot mondanék, és ezt Lakatos Lajos írta le, pontosabban egy áldozat,
hogy amikor én bejöttem a rendőrségre, engem nem kihallgattak, hanem meghallgattak. És ez úgy megmaradt bennem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy amikor valaki úgy megy ki a rendőrségről, azért nem szívesen megyünk be egy rendőrségre, mert ott mindig kérdeznek. És az emberekben van egy stressz, egy félelem. De amikor kijön onnét valaki, és azt mondja, hogy engem nem kihallgattak, hanem meghallgattak, akkor már megérte ezt a projektet megcsinálni. A Létrejtes Asszony. Igen, 100 dolog van, ami eszembe jut nyilván nekem is ilyenkor, és nem tudom, hogy mi az, ami a nézőket leginkább érdekelni, hiszen sokféle ember van. Van egy olyan sajátosság, hogy mindig azt gondoljuk, hogy amit mi csinálunk, az jó és szép, és időnként az is zavar, hogy miért nem ismerik mindjárt el. Meggyőződésem, hogy sok hibája, meg sok olyan érdekes dolog került elő ennek a programnak a kapcsán, amire nem is számítottunk. Voltak fenntartások a rendőrség részéről, a kollégák részéről. Zoli kollégám említette, hogy nem is volt egyszerű embereket találni. Tehát azért tényleg nagyon-nagyon sok bizonytalanság volt, van és maradt is. Tehát hogyha most azt mondanánk, hogy ez egy 100%-es siker, azt hiszem, hogy egy picit hiányozna az önkritika. Ami nekem nagyon fontos, azt gondolom, hogy mindannyian tanulhattunk, mindannyian, akik ebben részt vettünk, egymástól, másoktól, és talán a legfontosabb, mindig igyekszem erre figyelni, az alázat, hogy vannak olyan emberek, akiknek sokkal nehezebb az életük, és igyekszünk talán időnként észre se venni. Most volt, meg van egy olyan lehetőség, amikor ezért igyekeztek sokan tenni, hogy ez megváltozzon. Tehát fontos az alázat a munkánkban, fontos az, hogy észrevegyük azt, hogy jó, nem jó, hogy mind kell csiszolni, és hogyha sokan így közelítjük meg, és elfogadjuk, hogy azok a kollégák, akik a civil világból érkeztek, olyan ismeretekkel, olyan tapasztalattal rendelkeznek, amivel mi nem, abból nagyon sokat tudunk fejlődni. Tud a rendőrség is, és nyilván azok a kollégák, akik részt vesznek, meg tudnak abba fejlődni, hogy milyen egy rendőrségi eljárás, hogy kell ezt jól kezelni. Tehát az egy hosszú tanulási folyamat, és amit az alezredes úr mondott, én ahhoz csak csatlakozni tudok magánemberként is, rendőrként is, hogy jó lenne ezt folytatni, azokat a korrekciókat, azokat a kis elemeket, amelyek esetleg nem voltak teljesen jók, azokon csiszolni, változtatni, de mindenképpen érdemes folytatni. Köszönöm szépen. Őrnagy úr. Nekem két dolog jutott eszembe így zárásként. Az egyik maga a műsor, ez a Példaképek című műsor, amit itt elindítottunk, mert hát a nézőknek úgy tűnhet, hogy most valamitől búcsúzunk. Én szeretném megnyugtatni a nézőket, hogy nem, hiszen az előbb említett ORFK-s program bízom benne, hogy még lehetővé teszi, hogy hasonlóan, mint ahogy az elmúlt időszakban, Tolna megyei roma példaképeket mutathassunk be, és amennyiben erre lehetőség van, és itt meg is köszönném a Tolnatáj televízió vezetőségének azt a lehetőséget, hogy a cigányság ilyen arcát is be tudjuk mutatni, és remélem, hogy a lehetőség továbbra is adott lesz, és akkor majd élünk vele. A másik pedig a jövőre nézve azt hiszem, hogy az a fajta munka, amit mi itt elkezdtünk a rendőri vezetőkkel, és a roma vezetőkkel együtt, kiteljesedettebb lehet, ha ti az áldozat segítők ott maradhattok a kapitányságon, és folytathatjátok a tevékenységeket, és ezáltal együtt tudunk dolgozni azért, hogy ebben a megyében békésen élhessünk egymás mellett. Hát így legyen, a lezredes asszony, a lezredes úr, őrnagy úr. Azért dolgoztunk, és dolgozunk most már évek óta, hogy a kedves lakosság, a kedves nézők ne váljanak áldozattá. Köszönöm, hogy erről most tudtunk beszélni. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne váljanak áldozattá. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a Példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.